Sziasztok srácok, ahogy ígértem, ismét jelentkezek, Nakos köszönt mindenkit. Haladunk tovább a vizes tucok bontásával, ugye most már elég szépen sorakoznak itt, amiket kibontottunk. És ugye megnéztük az előbb a 120-as radét, ugye az EK Coolstream XT120-ast. Hát most megnézzük a 480-ast, de nem az XT-t, hanem az XTX-et, ami az Extreme-nek az Extreme sorozata, vagy változata. És hát ugye ez egy 4x120-as radiátor, azért is hívják 480-asnak. Jó hosszú, látjátok, ez egy A4-es rajzlap, vagy írólap. Tulajdonképpen közel kétszer odafér. Úgyhogy szép nagy. Nézzük meg a dobozát, és jó nehéz is, tehát ez egy kétkezes cucc. Nézzük meg, mit írnak. Azt írják, hogy 52 centi hosszú. Jó, 4 darab 120-as ventilátor tudunk rászerelni. Thickness, 6, ugye az a vastagság 64 mm, tehát 6,5 cm vastag a cucc, és a súlyát tekintve közel 2 kg, ugye 1,8, azért mondom, hogy azért itt van súlya, hosszú ideig nem szívesen tartanám egy kézbe, és ja. Hát bontsuk is ki, és nézzük meg, hogy milyen maga a radiátor. Ez is szépen igényesen be van dobozolva, hogy azt az LK-tól megszoktuk. És egy kis van. Jó nagy, de hát muszáj neki nagynak lenni. Ugye hát itt is, hogy az előbb egyeztettünk, megnéztük a 120-asnál, ugyanarra fölhívja a figyelmet, hogy túl hosszú csavarokat ne csavarjunk bele, mert tönkre megy a radi, ugye átszúrhatja lamellákat, és ezáltal ugye ereszthet majd később, amikor átküldjük a folyadékot rajta. Úgyhogy használjuk a gyári csavar. Ugye a gyári csavarok azok meg itt vannak. Van hozzá egy ilyen kulcs is, ezt majd mindjárt megnézzük, hogy ez mire való. Ez valószínűleg ezzel lett a sapkákat lezárni. Ebbe is még van valami. Igen, hát ez meg a ventilátoroknak, pluszban még csavarkész csavarok. Úgyhogy csavar, van rövid is. Bocsánat, van rövid is. Ugye, hogyha közvetlenül oda akarjuk szerelni mondjuk a házfalához, és a radital, vagy a ventiket mondjuk innen szereljük a rászfalához, és nem teszünk oda ventit, akkor ugye ezeket a rövid csavarokat használjuk. Na nézzük meg magát a radit, szépen ebbe a fóliába becsomagolták. Ilyen a radi, gyönyörű, csodaszép, tényleg nagyon-nagyon szép. Látjátok, hogy minőségre azért adtak. És igen, hát az a 6,5 vastagság az itt látszik is. Ugye ide kell majd ez egy kulcs, amit mondtam, tehát ezt nem minden kintről, hanem egy kulcssal bentről tudjuk csavarozni. De hát ugye ez a része a másik fele. Ide is lehet csavarozni. Úgyhogy jó pofa, mert van elég sok mozgástér, hogy hova és milyen formával. És ide is lehet csavarozni csatit. Úgyhogy ilyen maga az EK XTX 480-as. Hol a dobozni a pontos neve? Coolstream Radi XTX 480-as. Hát ebben ugye most nincs folyadék, de már így is 2 kg. Úgyhogy milyen lesz, ha majd lesz benne folyadék. Ugye nem semmi. De hát ugye ez megy a TJ11-es házam aljába, ráadásul így. Ugye itt megkapja majd a 4 darab ventit, gyönyörűen le fogja hűteni a titánokat, meg ugye a 3930K-t. Úgyhogy ez volt a EK Coolstream XTX 480-nak a kicsomagolása. Haladunk tovább, jön a D5-ös pumpa, illetve annak a topja, meg annak a kis tartája, jönnek a csövek, jönnek a csaték, van azért még anyag, úgyhogy ne menjetek aludni. Köszi a figyelmet, sziasztok!